A nagy bodobács kaland. Hol volt, hol nem volt, illetve nagyon is volt. Méghozzá egy gyönyörű mező legnagyobb fűcsomója alatt. És hogy ki élt ott? A piros hátú bodobács. A kis rovar már nagyon régóta lakott a réten, ahol mindenféle földi jót tudott lakmározni. Kedvence a hársfa és az akác. Minden nap, mikor felébredt, a fűcsomó tetejére felmászott, és onnan figyelte a mezőt. Igaz, hogy így sem volt nagyon magas, de arra elég volt, hogy belássa a rét nagy részét. Imádta, amikor a napocska felmelegítette a piros hátán díszelgő fekete korongjait. Ilyenkor szemeit behunyva elképzelte, ahogy magasan repül a lombok felett, és hempereg a kavargó, langyos szellőben. De mivel repülni nem tudott, így ez csak álom maradt. A kis bodobács, ahogy a fűcsomó tetején elmélkedett, messziről hangokat hallott. Egyszer csak a domboldalon felbukkant két bicikliző gyerek, akik nagy sebességgel robogtak felé. Az elsuhanó bicikli kerekének szele felkapta a kis bogarat, és a csomagtartóra dobta. A piros hátú azt sem tudta, mi történik, annyira forgott vele a világ. A száguldó kerékpárról leugrani nem mert, és behunyta a szemét. Remegve várta, hogy vége legyen a hirtelen érkezett utazásnak. Egyszer csak körülötte minden elcsendesedett, így szétnézett. A bicikli megállt, és a gyerekek egy hatalmas emeletes házba beszaladtak. A kerékpárt az utcán egy táblához láncolták, amin rajta kuporgott a kis bodobács. A bogár tátott szájjal nézte a sok autót, embereket. Minden olyan gyors volt és hatalmas. Alig hitt el, hogy a csendes kis mezőről egy nagy város kellős közepébe csöppent. Nagyon félt, mert tudta, veszélyes hely egy ilyen apró állatnak. Amint félve nézelődött, tolatni kezdett a bicikli csomagtartóján, és hups! Lezuhant a földre. A bodobács pont a hátára esett, így próbált lábaival kalimpálni, hogy visszaforduljon. Az emberek közben hatalmas cipőikkel ott lépkedtek néhány centire tőle. Nagyon félt, hogy valaki egy óvatlan pillanatban rátapos. Addig-addig kapálózott, míg nagy nehezen sikerült megfordulnia, amiután utcú beszaladt a járdák közötti résbe. Ott már biztonságban volt, mert nem tudtak rálépni. De tudta, hogy ott sem maradhat sokáig, ezért újra remegni kezdett a félelemtől. A résből kiszaladva egy utcai padlábához futott, ahonnan átszaladt egy szemetes tövéhez. Nagyon zaklatott volt a piros hátú, mert nem volt hozzászokva ilyen izgalmakhoz. Ekkor eszébe jutott, hogy minél magasabbra kell másznia, ahol nem tudják az emberek agyonnyomni. Így hát elindult az egyik házhoz, ahol elkezdett felmászni annak falán. Próbált egyre feljebb jutni, miközben könybelábadt szemmel eszébe jutott a kis fűcsomó a mező közepén, ami az otthona volt. Már soha többé nem fogom viszont látni az én kis rétecskémet, mondta elcsukló hangon, és felküzdötte magát egy ablak párkányáig. Az ablakból már sokkal jobban látta a végtelennek tűnő várost, amitől még jobban megijedt. Itt nem lehet élni egy ilyen kis bogárnak, mint én, szipogta, és szemeit törölte. Aztán csak üldögélt a pár, és hiába sütötte a nap a kis fekete korongjait a hátán, nem esett jól neki. A nagy futkározásban teljesen kimerült, így elszenderült az ablak tövében. A nyugat felől érkező szél azonban hamarosan felébresztette, mert alákapott és hömpölyögve repítette a levegőben. A bodobács csak összehúzta magát és várta, hogy valahol földet érjen. Néhány másodperc múlva a bogár koppant egy picit, és egy hosszú vascsövön találta magát. Próbálta kitalálni, milyen szerkezet vagy tárgy lehetett, de nem ismerte fel. Aztán, amikor körülnézett, látta, hogy ez a valami erautó platóján van, ami lassan gurult. A kis bogár teljesen elszomorodott, mert úgy érezte, sosem lesz vége ennek a rémálomnak, ami bekeveredett. Csak kapaszkodott szótlanul és hallgatta a város zaját.
Egyszer csak azt vette észre, hogy az utcai zsongás egyre halkabb. Látta, hogy a nagyváros hatalmas épületei egyre kisebbé váltak, ami azt jelentette, hogy kifelé utazott onnan. Bár nem tudta, merre viszi a sors, de megkönnyebbülten nézte az egyre távolodó veszélyes területet. Néhány perccel később az autó megállt egy poros úton, és a szerkezetet a kis bodobáccsal együtt leszedték a platóról. A bogár nem tudta, mi történik, de nem is szerette volna megvárni, hanem le akart ugrani a vascsőről. Azonban még mielőtt elrugaszkodott volna, égtelen nagy zaj lett körülötte. Valami csörgött, csattogott és hatalmas lendülettel kavarta a port és a levegőt. A piros hátú újra az összes lábával kapaszkodni kezdett a szerkezetbe, ami egyszer csak felemelkedett a földről. A bogár tátott szájjal figyelte, amint a fák pillanatok alatt kisebbek lettek, mint a porszemek. Óvatosan körülnézett, és akkor döbbent rá, hogy a szél, ami az ablakból felkapta, egy sárkány repülőre dobta. És láss csodát! A kis bodobács most pont a mezője felé repül. Bizony, repül! Az apró rovar csak nézte a messzeséget és az alatta elterülődját. Amikor a rét közepénél járt a sárkány repülő, a bodobács nagy elhatározásra jutott. Lesz, ami lesz, én megpróbálok leugrani, mondta, majd elrúgta magát a csőtől. A kis bogár csak zuhant, és azt sem bánta, ha úgy ér földet, hogy közben porrá zúzza magát. Egyszer csak körülötte a szél elcsendesült, és puff! A piros hátú bodobács kinyitotta a szemét, és alig hitte el, amit látott. Bizony, bizony, a gyönyörű és hatalmas, pihe-puha fűcsomójára esett, ami megvédte őt. A kisbogár örömében elsírta már. Eddig is imádta a mezőt és a fűcsomót, de ezután a kaland után még jobban ragaszkodni fog hozzájuk. Az pedig, hogy repülőt csodálhatta a lakóhelyét, megérte a szörnyű kalandot, amit a városban élt át. De örült, hogy ő bizony nem városi, hanem egy apró, piros hátú, mezei bodobás.